ugye, ha valaki nézi ezt a telepet, akkor érti, hogy miért kellett beremennek 2,2 milliárd forint ahhoz, hogy itt létrejöjjen egy új szennyvízterep, akkor szerűsítés nyilvánvalóan erre a telepre is rátér. Püspökboly is ugye így csatornázva lesz, tehát az a település rész is megkapja maga csatornarendszerét, így Beremend teljes egészében szennyvízzel ellátott lesz. Amit még tájékoztatásként mondhatok, uniós követelmény volt eddig is, hogy a 2000 főnél nagyobb települések az országban szennyvízzel legyenek ellátottak. Ezt a mutatószámokat már évekkel ezelőtt teljesíteni tudtuk. Az elkövetkezendő időszakban nagyságrendekkel több forrás lesz arra is, hogy a 2000-nél kisebb települések, a választókörzetemben van még jó néhány ilyen település, aminek nincsen önálló rendszere, azok is szennyvíz rendszerekhez jussanak. Én azt gondolom, hogy ez egy ügyes cél volt a polgármester úrtól, hogy megpályázták a telep bővítését, vagy a telep korszerűsítésének lehetőségét, meg Beremend ezzel egy látványos, de alapvetően fontos szolgáltatáshoz fog hozzájutni, ami hosszú távon meghatározza a település életét. Beremenden az utóbbi időben szerencsére több alkalommal is sor kerülhetett pályázati fejlesztések átadójára, a pandémia idején is. Ezek a sikerek ön szerint hogyan befolyásolják a település fejlődését? Hát Beremend, ugye a választókörzetem egy meghatározó település, és itt több mint 2000-en élnek, de ami legalább ilyen fontos, hogy Beremend részben a saját lábánál. Beremenden képződik annyi saját bevétel, hogy az a település nincs kiszolgáltatva a mindenkori költségvetésnek. Ez nagyobb mozgás lehetőséget ad. Tehát egy olyan településen, ahol 500 millió saját bevétel képződik, iparűzési adón keresztül elsősorban. Az a település nyilvánvalóan több mindent tud megvalósítani, mert tervezéshez, hosszú távú gondolkodáshoz pénz kell, ehhez eszközök kellenek, és ez Beremenden rendelkezésre áll. Koncepciók vannak, a helyben akarat van, a polgármester úr és a csapata ambiciózus, és ezért pályáznak is, nagyon sokat pályáznak, aki pedig nagyon sokat pályázik, az nyilvánvalóan többet fog nyerni, mint akiknek erre nincsen lehetőségük. A Magyar Falu Program remek lehetőséget kínál egy élhetőbb környezet kialakításához, kis településeken is ugye. A térség önkormányzatai mennyire használják ki ezeket a forrásokat? Azt mondhatnám, hogy minden település ilyen szempontból ambiciózus, nyilvánvalóan a lehetőségek persze eltérőek. Törekedtünk arra, én azt ösztönöztem, hogy minden településre jusson a Magyar Falun keresztül forrás, hisz ezek viszonylag egyszerű pályázatok, ami szintén jó bennük, hogy előre finanszírozottak, gyors a döntési rendszere az egésznek. Ezért azt mondhatom, hogy a 104 településen, ugye ennyien vagyunk ebben a választókörzetemben, Mohácsot vegyük ki, akkor 103, Mohács nem része a Magyar Falunak, méretei okán. Az összes többi településen legalább egy projekt megvalósul, de a legtöbb településen jó néhány, Beremenden természetesen sok is. A vírus harmadik hullámát úgy tűnik, hogy közös erővel sikerült legyőznünk, azonban a hatásai valószínűleg még sokáig érződnek a kistelepüléseken. Számíthatnak-e arra a kistelepülések, hogy különböző lehetőségek, pályázatok lesznek, amelyek ezeket a hatásokat kompenzálhatják? Ugye igen, a vírus egész biztos, hogy át fogja alakítani az életünket. Én még azt sem merném mondani, hogy túl vagyunk az egészen, mert sok mindent nem tudunk még erről a vírusról, és a vírus képes megtréfálni minket. Ugye, amit ma tudunk róla, egy módon védekezhetünk ellene hatásosan, ha beoltatjuk magunkat. Hála Istennek az ország lakóinak többsége erre hajlandónak mutatkozott. Ezért ma azt gondoljuk, hogy esély van arra, hogy egy negyedik hullám, ami őt körül várhat, az nem lesz olyan durva, ha egyáltalán lesz ilyen hullám, mint a korábbi hullámok. A vírus az nem csak az emberi kapcsolatainkat tépi szét azzal, hogy gyakorlatilag bekényszerít minket a lakásunkba, maszkot hordunk, távolságot tartunk egymástól, mert ezek mind olyan dolgok, amit nem szívesen csinál az ember. Hisz társas lények vagyunk, együtt élünk, főleg egy kis településen, rendezvényeink vannak, ezeket mind el kellett hagynunk a vírus okán. De nem csak a társas kapcsolatainkat tépi szét a vírus, hanem egyszerűen a gazdaságot is megöli. Na most ahhoz, hogy a gazdaság minél gyorsabban visszanyerje a vírus előtti korábbi állapotát, itt teszek egy zárójelet,
a magyar gazdaság az azt megelőző két évben több mint 5%-kal növekedett. Ez Európában is egy nagyon példás növekedési ütem volt. Mi ide szeretnénk visszamászni, és minél gyorsabban visszakerülni. Ezt pedig a kormány azzal ösztönzi, hogy a gazdaság különböző szereplőinek gyorsan forrásokat biztosít. Tehát azok a források, amik nincsenek meg esetleg a cégeknél, mert tőkeszegények, azt az állam költségvetési eszközökkel ösztönzi, pénz pumpál bele a magyar gazdaságba, hogy ebből a pénzből, ha az elkezd termelni, minél előbb növekedés legyen. Tehát a cél az, hogy újra 5% vagy 5% körül, vagy annál jobban növekedjen az ország. Ezt a kormány nyilvánvalóan a most megtervezett költségvetésben már teljesíti, de így gondolkodik a következő 2022-es költségvetésben is. Tehát Beremenden is én minden gazdálkodót arra biztatok, mint ahogy teszem ezt mindig a polgármesterek esetében is, hogy merjenek komoly álmokat megfogalmazni, mert az elkövetkezendő időszak egy olyan időszak, amikor lesznek források ahhoz, hogy a helyi gazdaságot és az önkormányzati gazdaságot is az eddigieknél is jobban ösztönözze a kormány.